tette. Szabolcs is megérkezett hozzánk, vártunk szeretettel, hoztál is rengeteg minden. De Pali, hát mondtad nekem adás előtt, hogy mekkora kertem van, ilyen virágaim, olyan, melyiket ismered fel mindet? Gyerünk. Már én a tőzeget megkóstoltam. Egyébként a csokiról jut eszembe, hogy van csoki menta is, ez ilyen narancsízesítési, meg eperizésítési, úgyhogy pontosan az ilyen típus embereknek, akik láttam, hogy ugyanolyan gátlástalanok, mint én, a csokoládéról honnan van szó. Tudja, hogy gátlástalan? Hát ezt így láttam így eddig, tehát gyakorlatilag ezt már otthon is meg lehet termelni, és abszolút csokoládé íző, tea vagy limonádé készíthető belőle, teljesen egyszerűen, akár egy pár száz forintos ilyen növényberuházással, bármilyen kertbarát képes rá. Klári, amikor mondtad, hogy mit ismerek ezek közül, nekem alapvetően mindig problémám volt az, nem tudom, a nézőknek ez egy gondot okozó dolog-e, amikor én megveszem ezeket a különböző bevásárlóközpontban, hogy berohan az ember, ma már... Növényeket, igen? Hát igen, de ma már ugye közértekben is lehet kapni ezt, tehát nem csak növénnyel szakosodott áruházakban, és nekem mindig tönkre mennek. Például ez a bazsalikom is, igaz? Igen, de miért? Igen, hát azért, mert ez, ha megfogod, akkor ez egy tőzeges anyag, tehát ez a tőzeg, amit itt látsz, és ez pedig a föld. És ugye mi magyar emberek a földhöz vagyunk hozzászokva, hogy földbe ültettük az elmúlt évtizedekben a növényeket, ezeket azonban a kertészetekben ma már ilyen tőzegbe teszik bele, és ezek rendkívül gyorsan kiszáradnak. Tehát ez tökéletes arra, hogy megneveljék benne a növényt mondjuk ekkorára. Minden nap locsolom, ne viccelj de nem ér semmit, mert nincsen benne tápanyag. Úgyhogy mindenkinek azt tudjuk tanácsolni, meg én is most neked, hogy akkor, amikor veszel egy ilyet, teljesen mindegy, hogy hol, a lehető leghamarabb be kell ültetni egy jó kis földkeverékbe. Hát itt most már ez a lényeg, hogy tényleg Szabi komolyra fordítva szólt, hogy földkeverék, tehát ebből mindenből használsz a homokból is? A homokot tőzeget azt csak azért szoktam behozni, hogy általában ezt egy 30%-ban vegyesen illik keverni, akár a sima virágföldhöz, akár a kertből kinyert földhöz, akár a komposzthoz, mert az egy kicsit lazítja. Hiszen ezeknek a növényeknek, a legtöbb gyógy és fűszernövényeinknek, ugye ezek a mediterráneumból származnak, az a lényeg, hogy egy jó vízátteresztő képességű, jó levegőszerkezetű, gyorsan átmelegedő, a vizet gyorsan feldolgozó és tápanyagot gyorsan felszívó talajt tudjunk, közeget tudjunk biztosítani, és ehhez egy ilyen talajszerkezetet kell összeállítani. Amikor az ember ilyet ültet, akkor látom, hogy itt is vannak kövek. Ez mindig ugye látja az ember a tévében, hogy alá a legalsó szint az kő, hiszen a vizet sokkal jobban elvezeti. Ez kell, ezt ilyenkor is egy balkon növény, és ez fontos. Hát itt annyira nem, hiszen ez mondjuk pont egy olyan balkonláda, aminek úgy van kialakítva az alja, hogy át tudja. De hol az alja? Hát az alját azt úgy tudjuk megnézni, hogyha kiszedjük belőle ezeket a növényeket. Nem akármi ez, mindent megmutatunk. Szétbontunk mindent, igen, tehát hogyha ezt így itt látod, tehát erre rá van építve egy ilyen. De a változatban követ nem teszünk. Ebben nem muszáj, hiszen itt vannak ilyen jó kis vízáteresztők is, akár milyen szerkezetek, és ez lefolyik, lehet alulra is tenni, a köveket inkább felülre szóltuk, ezt majd a végén meglátjuk. Jó, ezt majd mindenképpen visszajövünk, hogy beültetted, annyit mondjál nekünk, hogy itt most rengeteg féle van, arra vigyázzunk kell, hogy valamit valami mellé ne ültessünk például, tehát ami mondjuk kioltja egymást, mint fűszernövények. Általában az, hogy mi mellé lehet vagy nem lehet, ezt az emberek egy kicsit túlzásba viszítik ezt a kérdést, igazából azt kell megnézni, hogy az adott növény az a végső formájában mekkora lesz. Hát ebben most majd egy pár egyet szempontjából adunk tanácsokat. Még szabad gyorsan klárni a kérdést? Na tehát. Amikor az ember főz, bazsalikomot szeretnék rátenni a csirke mellé, akkor hogy vágom le? Mert soha nem ér, van, aki szakítgatja össze-vissza, hogy az fontos. Én kézzel lecsinálom. De nem, de fontos? Lehet kézzel is, igazából az a lényeg, hogyha most ezt így itt megfogod, sőt a mellé a metszólót is, igen, akkor itt alul érdemes egyet elcsípned, hát egyszerre csak egyet mondjuk így, mert akkor onnan tud újrahajtani, tehát ahol visszametszed, onnan hajtál, és ezt már használhatod is fel a konyhába. Jó. Köszönöm. Innen folytatjuk, meg majd elmondjuk azt a muskátli ültetést is, jó? Nem fogjuk elfelejteni. Gyors a tempó, tehát én még annyi mindent szeretnék itt, de jó. Tudjuk, de a műsoridőnk pedig véges. Puszi. Szabolcsnak pedig hagytunk elég időt, úgyhogy elkészült tulajdonképpen a balkonláda. Igen, egy ilyen beültetést hoztunk itt össze a műsor ideje alatt, és hát igazából visszatérve a kérdéseitekre, hogy mit mi mellé lehet. Hát itt egy picit úgy válogattuk össze, hogy azért nagyjából úgy lehet látni, hogy mi mekkorára nő, de van két növény, és mivel hogy azt mondom, hogy ezek a különböző zöldség fűszernövény beállítások, ezek nem csak hasznosak legyenek, hanem esztétikai értékük is legyen, ezért például a bazsalikomból ugye ezt a bordót választottuk, illetve az ilyen különböző bordó, meg piros levelű salátából is tettünk be. Tehát ez is mutatja, hogy egy ilyen zöldség vagy fűszernövény gyógynövény összeállításra nem kell feltétlenül csak hasznosnak lennie, hanem igenis, ez gyakorlatilag nyugodtan ki lehet tenni akár az utcafronti balkonra is. Ugye ezt a két növényt, ezt bár mondhatnák, hogy ez ki fogja nőni mind a körömvirágot, mind a paprikát, de hát folyamatosan fogyasszuk, és ezáltal ugye kordában tartjuk. Az, hogy a kő jól néz ki, azt látjuk, az, hogy miért kell, azt viszont kérdezzük. Teljesen egyszerű, én azt hiszem, hogy a legtöbbünk az találkozik ezzel a különböző fenyőkéreggel, meg múlcsal a kertben. Hát ezt ugye azért mondjuk. A múlcs az, ami a fenyőfa összeg. Igen, és akkor ezt ugye a dísztemények alá lesz szokták teríteni, de most balkonládában, meg különböző helyekre érdemes. Bocsánat, elnézést csak a Klárinak, Klári, és ez alá kell ezt, a múlcs alá kell ezt tenni a kertben, mert különben az egész egy nagy gyom.
erdő lesz. Tehát most képzeld, ez a kő is milyen jó a gyomosodás vagy, ellen. Igen, igen, tehát ez a geotextília, vagy például mondjuk az ilyen nagyon erőteljes gyökerű növényekhez, vagy terjedési növényekhez, mint mondjuk például ugye a menta, amit ugye ismerünk, de nagyon sok ilyen más van. Ez a kő ennek ugye az a lényege, hogy gyakorlatilag ez úgy működik, mint egy kis kerti éléskamra. Tehát akkor, amikor te kimész, és már éppen mondjuk főzöl, vagy föltettél vizet forni, akkor kimész, és akkor gyorsan akarsz letépni egy kis salátát, gyorsan akarsz lecsipetteni egy kis bazsalikumot. Ehhez az kell, hogy akkor utána még ne töltsen nem tudom mennyi időt, hogy akkor a sárból kimost, hanem gyakorlatilag, ahogy öntözöd, a kő megakadályozza azt, hogy felcsapodjon a sáros víz, és ezáltal ugye különböző növényvédelmi problémákat is ugye okozunk a növénynek. Tehát ez nem csak esztétikus, hanem gyakorlatilag megóvja a tálkánkat, a balkonládánkat, mind a gyomosodástól, mind a kiszáradástól, és segít tisztán tartani. Egy dolgot mondjál még meg, azt ajánlod, hogy palántákat ültessünk, vagy mi magról? Hát most már azért így május elején most már a magról kicsit kezdünk elkésni. Nagyon jó példa erre, hogy itt van például ez a kukorica, tehát ma már kukoricát is bármilyen viccesnek hangzik, már lehet szinte palántába kapni. Most már inkább érdemes palántákat vásárolni a piacon, kertészetekbe, és azokat be lehet ültetni, és lehet használni. Szuper, köszönjük szépen!